Szeretettel üdvözlöm a kedves diákokat. A nevem Barsi Anita, az Entai Sztefán Szrémátsz Általános Iskola matematika tanára vagyok. A mai órán az egyenlő alapú hatványok szorzásával és osztásával fogunk foglalkozni. Múlt órán hatványok fogalmát beszéltük meg, így ma megnézzük, hogy milyen műveleteket tudunk velük végezni. Nézzük először a szorzást. Nézzünk egy példát, írjuk fel hatvány alakban a következő szorzatokat. 3 a négyzeten, szer 3 a negyediken. 3 a négyzeten, ugye úgy írjuk föl, hogy 3x3, 3 a negyediken pedig 3x3x3x3. Mivel ugye zárójelbe tettük, és tulajdonképpen nincs neki szerepe, így egyszerűen csak megszámoljuk őket, hogy összesen 2 darab és 4 darab 3-ast szorzunk össze, ami zárójel nélkül azt jelenti, hogy nekünk 6 darab van, tehát a szorzásnál ugye a zárójelnek nincs jelentősége. 3 a hatodikon, hogyha fölírjuk hatvány alapban. A B 0,1 a harmadikon, 0,1 a négyzeten, szer 0,1. Szintén fölírjuk szorzatként, 0,1 a harmadikon, ugye háromszor szorozzuk önmagával, 0,2 kétszer, és lemásoljuk még ugye egyszer. 3 darab, 2 darab, és ugye 1 darab van, mivel szorzás van köztük, így zárójel nélkül leírva összesen 6 darab 0,1-et szorzunk össze, az 0,1 a hatodikon. Mínusz 2 a harmadikon, szor mínusz 2 a harmadikon. Tehát ugyanazt látjuk, hogy háromszor, illetve háromszor szorzódik önmagával, a zárójeleket ugye elhagyva 6 darab mínusz 2 szorzódik önmagával, ha fölírjuk, ugye az mínusz 2 a hatodikon. Ebből azt gondolom könnyen meg tudjuk állapítani a műveletünket is, tehát azonos alapú hatványokat úgy is összeszorozhatunk, hogy az alapokat leírjuk, a kitevőket pedig összeadjuk, vagyis az összegére emeljük. A képlet így néz ki, hogy bármilyen azonos alapú hatványokat különböző kitevővel összeadjuk. Nézzük az osztást, vajon mi az összefüggés. 3 az ötödiken, osztva 3 a másodikonnal. Az osztásról tudjuk, hogy ez nem más, mint tört vonal. Fölírjuk 3 az ötödiken szorzatként, a számlálóban, és 3 a négyzeten pedig a nevezőben. Mivel osztásról beszélünk, így a számlálóban és a nevezőben tudunk egyszerűsíteni. 3-at 3-mal, 3-at 3-mal, ott mindenhol egy marad, és nekünk mi maradt meg? 3x3x3, ami nem más, mint 3 a harmadikon. Már lehet, hogy most is tudunk egy összefüggést keresni az előzőek alapján. Nézzünk egy másik példát, szintén tört formájában írjuk le az osztást, a hányados, 0,1 a harmadikon és 0,1 a másodikon, ugye szorzatként fölírva, szintén elvégezzük az egyszerűsítést. Mint látjuk, ugye. És marad 0,1, egyedül maradt, ugye az első. Mínusz 2 az ötödiken, osztva mínusz 2 a harmadikon, szintén tört formájában fölírjuk, fönt 5 darab, lent 3 darab, mínusz 2 szorzódik önmagával, egyszerűsítünk, ugye azt jelenti, hogy áthúzzuk azt, aminek az hányadosa 1 lesz, és marad mínusz 2 x mínusz 2, ami nem más, mint mínusz 2 a négyzeten. Lehet, hogy itt is gyorsan meg tudjuk hozni a szabályt, vagyis azt mondjuk, hogy definíció,
hogy úgy osztunk azonos alapú hatványokat, hogy az alapot leírjuk, és a kitevőket pedig kivonjuk. Tehát a különbségére emeljük. Tehát A az N-ediken osztva, A az M-edikennel, az ugye A N minusz M a kitevője. Akkor nézzünk példát is. Azzal a módszerrel, amit most fölírtunk. 3 a négyzeten szer 3 a harmadikon, osztva 3 a negyedikennel. Fölírjuk a tört formájában is. 3 a négyzeten szer 3 a harmadikon. Tehát szorzás van köztük. Azt jelenti, hogy a kitevőket össze tudjuk adni. 3 plusz 2, a nevezőben a 3 negyedikent lemásoljuk. Elvégezzük fönt a műveletet, 3 az ötödiken, lent 3 negyediket másoljuk, mivel osztás van köztük, tört vonal, azt jelenti, kitevőket kivonjuk, 5-ből kivonjuk a 4-et, azt kapjuk meg, hogy 3 az első, 5 mínusz 4 az 1, vagyis az nem más, mint 3. Második, 5 a nyolcadikon, szor 5 a harmadikon, tört vonal per, osztva 5 a hetedikennel, és az egészet még megszorozzuk 5 a harmadikonnal. Ezt ugye az 5 a harmadikont írhattuk volna ugye a számlálóba is, de most ezt így oldjuk meg. Nem írom föl, azt mondjuk, hogy 5 a nyolcadikon, szor 5 a harmadikon szorzás van közöttük, tehát összeadjuk a kitevőket, 8 plusz 3 az 11, 5 a hetedikent másoljuk, szor 5 a harmadikont is. Következő, amit elvégzünk, az osztás, 11 mínusz 7, tehát mivel osztás van közöttük, 5-ös leírjuk, 11 mínusz 7, az 4, és ezt még megszorozzuk 5 a harmadikonnal. 5 a harmadikon, és az 5 a negyedikennek a szorzata, azt jelenti, hogy a kitevőket összeadjuk, 4 plusz 3, az 7. A hatványok így tökéletesen, ahogy vannak. Ha a feladat nem kéri, hogy számíts ki az értékét a hatványnak, akkor így hagyod, mert 5 a hetedikent, azt pontosan tudjuk, hogy az mennyi. És akkor nézzünk egy feladatlapot. Azt mondja, hogy hozz egyszerűbb alapra az alábbi kifejezéseket. Amint látjátok, nem csak szám lehet bármilyen hatványnak az alapja, hanem ebben az esetben mindegyik feladat, x, a, y, mínusz a formájában jelenik meg. Ugyanúgy járunk el, tehát bármilyen kifejezést, amelynek az alapja megegyezik, a kitevőjével ugye vagy összeadjuk, ha szorzunk, illetve osztás van köztük, akkor pedig kivonjuk a kitevőket. Jó? Ezt a táblán fogom megoldani. Kifejezéseket nem írom le, csak a megoldásokat. Tehát az első azt mondja, hogy x a harmadikon szor x az ötödiken. Tehát szorzás van köztük, azt jelenti, hogy az alapot leírom, és a kitevőket pedig összeadom. Alapot leírom, és a kitevőket pedig összeadom. Lefelé megyünk. A következőnél ugye azt látjuk, hogy x-szer, x az ötödiken szer x. Hogyha hatványat nem írjuk, az csak azért van, mert ott egyes van, és hogy általában a változóknak nem szoktuk írni az egyes hatványát, de neked ezt tudnod kell. Ezt most le is írom, tehát ez ebben a formában így néz ki. X az elsőn szer x az ötödiken szer x az elsőn valójában, tehát hogyha ezeket mind sorban összeadjuk, tehát 1 plusz 5 plusz 1, akkor ezt összeadva azt kapjuk, hogy ez a hatványok, ennek a hatványoknak a szorzata x a hetediken. Osztás a harmadikon osztva a harmadikonnal, ugye, azt látjuk, hogy fölírhatjuk ezt tört formájába is, de most így írjuk le, azt kaptuk, hogy a nulladikon. Ha tört formájában írnánk ezt föl, akkor mit kapunk, hogy a harmadikon per
a harmadikon. Mivel azt látjuk, hogy ugyanaz a számláló is a nevező, azt jelenti, hogy az előbb ezeket áthúztuk, ennek az értéke, az előbb azt kaptuk, hogy nulla, de mivel tudjuk, hogy ez egyszerűsítve egyet ad, akkor innentől kezdve van egy új, úgymond szabályunk, és hogy bármilyen szám, kifejezés a nulladikon, az mindig egy lesz, ugye annak köszönhetően, hogy azonos a számláló és a nevező. Következő. A hatodikon szor a negyediken szor a másodikon szor a, ugye az a az elsőn van, tehát sorban összeadjuk a hatodikon 6 plusz 4 plusz 2 plusz 1. Ezt mind sorba összeadjuk, 10, az a 13. hatványon lesz. N a 11-en osztva N a 7-en, az alapot leírjuk, és a két kitevőt, mivel osztás van közöttük, kivonjuk. Tehát N a 4-en. Következő. Y szor Y a 3-on szor Y a 7-en szor Y a 10-en. Azt gondolom, hogy ez már most könnyen Dén fog tudni innen menni, mivel mindenhol szorzás van, azt jelenti, hogy a kitevőket sorban összeadjuk. Tehát 1 plusz 3 plusz 7 plusz 10, az pontosan Y a 21-en. Következőkben látunk zárójeleket, akkor természetesen zárójelben fogjuk először elvégezni a műveletet, vagyis azt mondja, hogy X a 20-on osztva X a 13-on, mivel osztás van közöttük, akkor azt jelenti, hogy ezt először kivonjuk, 20 mínusz 13, az 7, és a harmadikat odaírom, osztva még x a másodikonnal. Szintén osztás van köztük, tehát a kitevőket kivonjuk, és megkapjuk, hogy ez x az ötödiken ennek a kifejezésnek az értéke. A következő feladatban a zárójelben osztás van, tehát a 16-ból kivonjuk a 9-et, és akár oda is írhatnánk, hogy még hozzáadunk 2-t, de én most csak leírom, hogy x a másodikonnal meg kell még szorozni, tehát azt kapom, hogy x a 7-en szorozva x a másodikon, az nem más, mint x a 9-en. Következő oszlop értékei x a 10-en szer x, ugye? Az x az elsőn van, tehát csak összeadjuk x a 11-en. Következő a az 5-en szer a 6-on, összeadjuk a kitevőket, az 11, és még elosszuk a 3-onnal, az nem már a az 5-ennel, bocsánat, az 3-onnal, elnézést elnéztem újra, tehát az lesz a 8-on, és a következőnél ugyanígy a zárójelben szorzás van, és azt szintén osszuk egy azonos alapú hatvánnyal. Zárójelben összeadjuk 5 plusz 3, 8, és elosszuk x az 5-ennel, az nem más, mint x a 3-on, illetve az utolsó, a 3. oszlopban, a 3-on szor a négyzeten szer a, ugye az a, ahol nincs kitevő, ott egy van, tehát sorban összeadjuk, leírjuk az alapot, és a kitevőket 3 plusz 1 plusz 2 plusz 1, és most leírtam, és ha összeadjuk, ez 4, 6 a 7-en. Az utolsó oszlopot javasolom, hogy otthon oldjátok meg. Ez egy nagyon-nagyon rövid kis feladat lesz még a végére. És a hatványok műveletével kapcsolatban a szorzást és az osztást vettük át. Ezen kívül majd még egy műveletet fogtok tanulni a következő órán. Bízom benne, hogy ez a nagyon egyszerű művelet érthető volt a mai órán. Köszönöm szépen a mai figyelmet is.